Amerikában mind a mai napig létezik egy klub, és a tagok minden év júliusában két hétre összegyűlnek, és nem lehet tudni pontosan, hogy mit is csinálnak. A klub tagjai volt elnökök, alelnökök, ezen a képen például két amerikai elnök is látható, de csak hogy egy magyar példát is hozzak, Teller Ede, a hidrogénbomba atya is a klub tagja volt, de ott van még ebben a sorban Henry Ford, vagy például Arnold Schwarzenegger, vagy George Bush. 2000-ben egy operatőr észrevétlenül belógott ebbe a táborba, és egészen hihetetlen képsorokat rögzített. Amikor a Fehérház kommunikációs igazgatóját kérdezték a Bohém klubról, akkor ő nagyon diplomatikusan azt válaszolta, hogy mindaz, ami ott történik, az csak a tagokra tartozik, senki másra. És ne gondolja azt senki, hogy ő mesztelenül fog rohangálni a Bohém Liget táborában. De vajon mi is az a Bohém Klub, és miért titkos minden, ami ott abban a két hétben történik? Mit akar szimbolizálni az úgynevezett törődés-szertartás, amit ebben a titkosan rögzített videóban is láthatunk? Erről lesz szó egy kicsit bővebben ebben a videóban. Bevallom, hogy egy picit félve nyúlok ehhez a témához, mert az utóbbi napokban, ahogy így kutattam a forrásokban, azt vettem észre, hogy az erről a témáról készült filmeket és videókat hát egy picit korlátozza a YouTube algoritmusa, szóval egyáltalán nem lennék meglepve azon, hogyha ez a videó majd nem jelenne meg később a YouTube keresőjében. Ami a lényeg, hogy azért is egy ilyen rövidebb videó készül ebben a témában, mert sokkal könnyebb nekem is elengednem egy 10 perces videót, mint egy 30 perces videót, hogyha esetleg később majd netalán úgy adódik. Nagyon egyszerűen és érthetően egy több mint 150 éves amerikai klubról van szó, ami kezdetben csak később kinőtte magát, de kezdetben csak arról szólt, hogy költők, írók, színészek összegyűltek, ittak, bulisztak, jól érezték magukat, olyan volt, mint egy nyugdíjas klub, csak egy kicsit több alkohollal megfűszerezve. Ezen a képen az egyik alapító tagot látjátok, ő egy színész volt, és az ő személye azért is fontos a mi történetünkben, mert Harry Edwards egyszer csak úgy döntött, hogy hát ő egy másik államba költözik. Köszöni szépen, de neki ebből ennyi elég volt, a klubból is kilép, mert új kihívásokra vágyik. A Bohém Klub ennek tiszteletére, Edwards távozásának a tiszteletére egy búcsúbulit rendez egy erdős területen, egy kisváros mellett, azért, mert így legalább mehet reggelig az üvöltözés, mehet reggelig a tánc, mehet reggelig a zene, mehet reggelig a hangoskodás. Úgy sem zavar majd senkit. Maximum csak az erdőben élő állatokat. Azért is fontos ez a fejezet, mert talán a válasz is ezekben a szimbólumokban és a mottóban van. Ugye a klub neve a Bohemian Club, a tábor neve pedig a Bohemian Grau, a Bohém Liget. A klub azért kapta ezt a nevet, mert a bohém szó az azt jelentette egykor, hogy olyan művészek és írók, akik szabad gondolkodásúak, függetlenek, szabadok, és számukra nincsenek szabályok, avagy bohém életmódot élnek. Magyarul ez tökéletesen leírja a Bohém Klub lényegét, egy olyan művészekkel és színészekkel teli társaságot ír le, akik függetlenek, akiknek nem lehet parancsolni, akik azt csinálnak és akkor rúgnak be, amikor csak akarnak. Mivel ebbe a Bohém Ligetbe, amit mind a mai napig egy biztonsági szolgálat véd, ide nem lehet csak úgy bejutni, ezért én csak egy képet találtam egy a táborban álló szoborról, Nepomuki Szent Jánosról, aki úgy is mondhatjuk, hogy a társaság egyik szimbóluma. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetét, de Nepomuki Szent János, és mint az ezen a szobron is látszik, ahogy Szent János a mutató ujjával eltakarja a száját, mint hogyha azt mondaná, hogy psz. Ez azért egy fontos részlet, mert Szent János volt Johanna cseh királyné gyóntatója. Ő volt az a személy, akinek a királyné minden titkát elárulta. Igen ám, viszont a király az eléggé féltékeny típus volt, és mindenáron tudni akarta azt, hogy a királyné milyen titkokat árult el Nepomuki Szent Jánosnak. A király meg is fenyegette Nepomuki Jánost, hogy hát, hogyha nem árulja el neki azt, hogy Johanna királyné milyen bűnöket gyónt meg neki, akkor hát az életével fizet majd érte. Nepomuki János olyan hű volt ezekhez a tanításokhoz, hogy ennek ellenére sem árulta el a királyné titkait a királynak, és ezért az életével fizetett.
Szóval Nepomuki Szent János azt szimbolizálja a táborban, hogy hát vannak titkok, amelyekről még az életünk árán sem beszélünk. Nepomuki Szent János egyébként mindemellett a folyók, a hidak és a hajósok, halászok védőszentje is, de nem látom magam előtt azt, hogy hogy a Bohém Klub tagjai összeülnek és arról döntenek, hogy hát a halászok védőszentjét állítsuk már ki most a tábor közepére. A klub mottója, hogy a hálókat szövegető pókok nem jönnek ide. Ez azt jelenti, hogy a táboron belül nincs biznisz, nincs üzlet. Ez egy politikai mentes övezet, ide lazítani és bulizni jövünk, nem pedig dolgozni. A magánéletet erre a két hétre otthon hagyjuk, mert ez az idő csak az élvezeteké és a lazításé. A motton túl van ott egy bagoly is középen, mint azt látjátok. Ugye a bagoly az már a klub alapításakor is jelen volt a logóban, és hajszitek, ha nem, de van a tábor közepén egy nagy betonból faragott vagy kiöntött, több méteres bagoly, és ez az a helyszín, ahol az előadásokat, de mondhatom akár azt is, hogy ahol a szertartásokat tartják. Így oldalnézetből nem látszik a bagoly, de így talán szemből majd jól látható ez az a több méteres, középen álló bagoly forma. Itt tartják, ezen a helyszínen tartják, a nagy bagoly előtt tartják a Gondok Hamvasztása című előadást. Ugye ez az az előadás, amit titokban egy operatőr felvett, amelyből a videó elején is láthattatok ugye részleteket. Összegezve tehát a Bohém Klubhoz összesen kettő szimbólum és egy mottó köthető, és ezek talán nagyon jól le is írják és be is mutatják a klub lényegét. Nepomuki Szent Jánossal maga a titok megőrzése, a bagoly, mint a sötétben nagyon jól látó állat, az jelentheti talán a bölcsességet, a tisztánlátást, és mivel egy éjszakai állatról van szó, ezért a bagoly az alvilág egyik jelképe is, de hogyha abból indulunk ki, hogy írók és költők alapították ezt a klubot, akkor inkább szerintem a bölcsesség az, ami ide illik. A mottó pedig egyértelműen azt írja le, hogy ide csak bulizni jár az ember, nincs munka, nincs magánélet, mindaz, ami a táborban történik ez alatt a két hét alatt, az ott is marad. David Rockefeller bankár, Nelson Rockefeller alelnök, Frederick Rockwell mérnök, üzletember, de a tagok között ott van még a sorban egy amerikai védelmi miniszter, egy külügyminiszter, több amerikai elnök, Bush, Nixon, Ford, még egy védelmi miniszter, az MI6 egyik főnöke, a CIA igazgatója, Harry Ford a Ford motor alapítója, több csillagos tábornokok sokasága, sok más nagyon híres cég vezérigazgatója, tulajdonosa, de ott van még a sorban Clint Eastwood, vagy például Arnold Schwarzenegger, szóval nem egy mindennapi társaság, még akár úgy is mondhatnánk, hogy a krémek krémje. Lehet, hogy feltűnt sokak számára, hogy oké, de ebben a listában hol vannak a nők? Hát sajnos a Bohém Klub teljes körű tagjai nem lehetnek nők, csak is férfiak. Több mint 150 év alatt eddig 3 nő kapott tiszteletbeli tagságot, fontos kiemelnem, nem teljes körű tagságot, csak tiszteletbeli tagságot, ami azt jelenti, hogy este 10 után már nem lehetnek a táborban. Szóval eddig az én forrásom szerint 3 nő kapott eddig tiszteletbeli tagságot, még nagyon a klub indulásának az elején, egy költőnő, egy színésznő és egy írónő. Szóval, hogyha úgy vesszük, ez a két hét, amíg ez a tábor tart, ez olyan, mint egy kambuli. Példának okáért vegyük például ezt a fényképet. Ezen a képen csak is öltönyös úriembereket láthattok, ahogy körbeülik az asztalt. Még a felszolgálók között sem tűnik fel egyetlen egy nő sem. A nők csak is a konyhán, távol az asztaloktól segíthetnek, főzhetnek, takaríthatnak. De azt is csak addig, amíg sötét nem lesz, mert azután a nők munkája az véget ér, mert éjszaka indul a nagy kambuli. Pontosan senki sem tudja azt, hogy ezek a nagyurak mivel töltik itt ezt a két hetet, viszont az biztos, hogy 2000-ben egy amerikai újságíró, Alex Jones is operatőre, sikeresen elvegyültek a tömegben, és belógtak egy ilyen éjszakai partira. A két hetes tábort megnyitó szertartás közepébe csöppentek bele, és mivel ebből a felvételből sajnos semmi sem látszik az égvilágon, ezért itt egy illusztráció, talán így néz ki a valóságban is. Piros csukjás alakok vonulnak és hozzák az égő fáklyákat, és meggyújtanak a nagy beton bagoly előtt egy madárijesztőhöz hasonlítható kitömött bábút,
mint egy áldozat bemutatás, és ezzel a szertartással ők úgymond elégetik a problémáikat, és ezzel veszi kezdetét a két hét lazítás. Ezt a szertartást a több száz nagyúr, a krémek krémje, nők nélkül, sörrel és szivarral a kezükben nézik és tapsolnak. Olyan ez, mint egy színház, egy előadás, egy különleges műsor, csak kint az erdő közepén, újságírók és kamerák nélkül. Az, hogy mi történik pontosan ebben a táborban, mint azt mondtam, erről senkinek fogalma sincs. Hisz akkor nem készült volna el ez a videó sem, de azért hadd egészítsem ki a már eddig elmondottakat. 1989-ben egy amerikai újságíró, képzeljétek el, hogy 7 napot töltött odabent a táborban, 7 napot töltött odabent, utána letartóztatták birtokháborításért, viszont miután kiengedték, egy jó kis cikket írt, amelyben leírta, hogy mit látott ez alatt a 7 nap alatt. És sajnos vagy nem sajnos, azt írja ez az újságíró, hogy semmi olyat nem látott ez alatt a 7 nap alatt, ami egy kanbulin ne lenne normális. Elnökök, alelnökök, színészek, vezérigazgatók, bankárok, hát sörrel és szivarral a kezükben táncolnak, kiabálnak, üvöltöznek, és az egész világot WC-nek használják. Azt írja még ez az újságíró, hogy habár az a klub mottója, hogy a hálókat szövegető pókok ide ne jöjjenek, vagyis ne üzletelj a táborban ez alatt a 2 hét alatt, azt írja, hogy ezt senki nem tartja be. És van még egy íratlan szabály ebben a klubban, és habár ez egy íratlan szabály, ezt mégis mindenki betartja, folyamatosan legyen valamilyen ital a kezedben, valamilyen pia a kezedben, és igyál reggeltől estig. Ami még olvasható ebben a cikkben az az, hogy egész nap a táborban reggeltől estig megállás nélkül megy a zene. Vannak ilyen sörkóstoló standok is a táboron belül, ahol a világ legkülönlegesebb söreit lehet megkóstolni, és hát sokat inni is belőle. Egész nap előadások folynak a tábor különböző pontjain, olyan ez, mint például egy szigetfesztivál, stand-uposok, énekesek, színészek lépnek fel, és ezek az üzletemberek szivarral a kezükben és sörrel a kezükben járkálnak, beszélgetnek, üzletelnek és jól érzik magukat. Az előbb elhangzottakat talán az alábbi kép is igazolja. Ez egy olyan műsor, ahol a férfiak nőknek öltöznek és táncolnak és énekelnek. Olyan ez, mint egy ereszdel a hajam buli, egy kis szalagavatóval megfűszerezve. Ezen a képen, hogyha minden igaz, vannak színészek is, és vannak magas beosztású tisztek, katonák, politikusok is. Én nem ismertem fel közülük senkit, de hát, ha ti ügyesebbek lesztek. Ugye az is elhangzott már korábban, hogy a nők nem lehetnek a klub teljes értékű tagjai. Ez igaz. Viszont például, hogyha egy Rockefeller azt mondja, hogy hát én hoznám az asszonyt is, hadd érezze jól magát, akkor erre is van lehetőség. Szóval, hogyha nagyon muszáj, akkor a klub fogad külsős vendégeket is, meghívott vendégeket, ez nagyon fontos, és ők beülhetnek, mármint a nők is beülhetnek egy-egy ilyen előadásra, viszont ennek ellenére a nők továbbra sem lehetnek a klub teljes értékű tagjai. Találtam pár képet még az 1900-as évek legelejéről, amit én bevallom, hogy nem ismerek teljes egészében, csak homályosítva megmutatni nektek, sőt, bevallom, hogy még beszélni sem merek róla a YouTube irányelvei miatt, de maradjunk annyiban és mondjuk azt, hogy ezeken a képeken egy madárijesztőt kötöznek meg, és hát látjátok, hogy mi történik. Tegyük fel, hogy igen, ez csak egy olyan tábor, ahol a legfelső 10 000 olyan jót bulizhat, hogy csak na, élvezhetik az úgyszint gazdag emberek társaságát, a közös téma mi más, mint a pénz, van miről beszélni egymás között, én ezt teljesen értem. Az én proli mércémmel mérve én nem tudom felfogni azt, hogy mi viszi rá a világ elitjét arra, a világ legnagyobb luxusában élő elitjét arra, hogy feladja 2 hétig ezt a luxust, és egy 2x2-es fakunyhóban éljen, egy rugós matracú ágyon. És nem túlzok, ezek az emberek 2 hétig egy faházban laknak, ahol lehet, hogy még meleg víz sincs, hogyha mindenki este mondjuk 10-kor elkezd zuhanyozni. A szabadság, a motiváció, az, hogy annyit igyanak, amennyit csak akarnak. Ezek az emberek az év bármely napján úgy élhetnek, akkor isznak, amikor csak akarnak, azt isznak és esznek, amit csak akarnak, és 2 hétre elvonulnak csak azért, hogy azt csinálhassák, amit amúgy is bármikor megtehetnek. Ezeknek az embereknek több hektárnyi birtokuk van a világ legcsodálatosabb helyein,
magánszigetjeik is vannak, mégis júliusban két hétre elvonulnak egy erdőbe, hogy egy kicsit kieresszék a gőzt. Hát lehet, de én ezt nagyon nehezen hiszem el. Amit én látok, és amit a hét napot odabent töltő újságíró is megerősített, hogy aki nem megy el erre a bulira, az egy picit hátrányból indul a többiekkel szemben, mert azért ez alatt a két hét alatt megy ám a kapcsolatépítés és az üzletelés rendesen. Ki mit tervez a következő egy-két évben, mindenki ezt megbeszéli, és mindenki ehhez igazítja a saját programját, és ennek így talán már egy picit több értelme is van. Olyan ez, mint egy csapatépítő tréning a világ nyugati elitjének. Ami pedig magát a tábort megnyitó, a gondok hamvasztása című szertartást illeti, racionálisan nézve, én megnéztem ezt az előadást, bevallom, nem volt egy kellemes élmény, de lehet, hogy nem is a kellemes élmény a célja, hanem mondjuk az, hogy ne legyen olyan unalmas ez a két hét. Legyen valami művészi, legyen valami különleges ceremónia egy több méteres bagoly előtt, és azért legyenek fáklyák is, hogy azért este legyen hangulata is az egésznek, hisz valahogy azért meg kell ugrani egy bizonyos inger küszöböt egy olyan közönség előtt, egy olyan társaság előtt, aki hát látott már mindent is. Ne legyen senkinek sem kétség alfelől, hogy ez alatt a két hét alatt ezek a nagyurak hát nagyon lealjasodnak. Nem hiába védik katonák védik ez alatt a két hét alatt a tábort. Az év minden napján védik és őrzik, de ez alatt a két hét alatt nagyon megemelik ezt a biztonsági szintet. Pár hónapja így valamikor az ősztél folyamán egy YouTube-es srác be is lógott ebbe a táborba. Ilyenkor nem olyan magas a biztonsági szint, hisz nincs mit őrizni. És ő igazából nem talált semmi furcsát. Hát egy jól felszerelt tábor, színpadokkal, termekkel, nagyon sok összeesküvés elmélet született már a Bohém klubbal kapcsolatban, és felmerült például az is, hogy ez egy homoszexuális társaság, és ezért sem lehetnek például nők a tagok között. Viszont ez a meleg vád, ez a homoszexuális vád, ez csak abból adódik, hogy ugye az újságíró, aki hét napon át bent volt a táborban, ő hallott egy olyan stand-up előadást, ahol meleg vicceket meséltek, amelyeken a nagyurak nagyon jót nevettek és kacagtak, és ezt nagyították fel később arra, hogy hát ide csak melegek jöhetnek. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, én mindent így összevetve még mindig csak egy nagyon vad csapatépítőt látok a szemeim előtt, és ezt tartom a legészszerűbb megoldásnak, de biztos, hogy ti máshogy gondoljátok, írjátok meg odalent a kommentekben, hogy ti hogy látjátok, mit fűznétek még ehhez hozzá, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!